Múlt héten azzal búcsúztam el, hogy nem sokára megérkezik a skandináv halászok tiltakozása a magyar médiatörvény miatt. Azt hittem, kellően vicces vagyok és abszurd, hát nem voltam, a valóság sokkal viccesebb és abszurdabb, ugyanis valóban megérkezett a Greenpeace környezetvédő mozgalom tiltakozása a magyar médiatörvény ellen. Fenomenális, most már itt tartunk. Ez a péntek 8, itt ülünk a rettegő Gajdi Csottóval, mai vendégünk pedig Szalai Anna Mária, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És még mielőtt bármibe belemennénk, van egy bejátszónk az elmúlt hét, hogy talán annél kicsit több idő is eseményeiről, nézzük meg ezt gyorsan. Továbbra is nagy port kavar a médiatörvény idehaza és külföldön. Kedden közmeghallgatást tartott az Európai Liberálisok és Demokraták Szövetségének frakciója a magyar sajtószabadságról Brüsszelben. A meghallgatáson részt vett többek között Konrád György író és Haraszti Miklós volt SZDSZ-es politikus, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet korábbi sajtószabadsággal foglalkozó megbízottja. A rendezvényen nem engedték, hogy a magyar kormány kifejtse véleményét. Az Európai Parlament magyar néppárti frakciója szerint ezzel felfedték a hazánk ellen indított politikai támadássorozat valós természetét. Hitelüket vesztett közéleti személyek, politikusok igyekeznek lejáratni a magyar médiatörvény külföldön a Civil Összefogás Fórum szerint. A több mint 1000 civil szervezetet tömörítő fórum nemzetközi sajtótájékoztatón közölte, támogatják a demokratikusan és nagy többséggel megválasztott kormány intézkedéseit. Csizmadia László szóvivő szerint a kormány jó úton jár, a külföldi sajtó pedig elhamarkodottan ítélte el a médiatörvényt. Szerintük ez egy hetsz kampány, ami belülről indul, bukott politikusok gerjesztik, az az oligarha, aki nemtelenül meggazdagodott az országba, és azok a tulajdonképpeni világpolgárok, akik nem élnek itt a hazába, kívülről, a pályán kívülről kiabálnak be hazugságokat. Az Európa Tanács Médiabizottságának elnöke szerint sincs helye hisztériakeltésnek a magyar médiatörvény kapcsán. Andris Mellakaus azt állítja, nem tisztán szakmai bírálatról van szó a külföldi kritikák hátterében. A lett szakember a francia, illetve német újságírókat érintő lehallgatási botrányokra utalva a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában elmondta, az európai országoknak odahaza is tenniük kell azért, hogy minden tekintetben érvényesüljön a sajtószabadság. Az Európa Tanács szakértője szerint megnyugtató, hogy a magyar törvény az európai elvárásoknak megfelelően fellép a kiskorúak védelmében és az uszító eszmékkel szemben is. Nos, hát először is azt mondanám, hogy picit higgadjunk le mindannyian. Egy kicsit álljunk meg, hiszen a hisztéria soha nem a jó válasz semmilyen problémára vagy problémának vélt jelenségre. Én viszont mielőtt az emberek a bírálatokba ugranak be, én azt szeretném, hogyha elemeznék ezt a törvényt. Éppen ezért vonakodom attól, hogy rögtön azt mondjam, hogy ez a törvény rossz, hiszen én még személyesen nem tudtam objektív és átfogó elemzését eszközölni ennek a törvénynek, és azt gondolom, hogy nem lenne korrekt részemről, hogyha rögtön következtetésekbe bocsátkoznék, úgy, hogy nem végeztem el a házi feladatomat. Hát én minden esetre nem fogom feltenni az első kérdést, tiltsák be a Gajdicsot. Mindig is hangsúlyozta ön, hogy ön jogalkalmazó, nem pedig önalkotja a törvényt. De amit ezért a törvényért már kapott, hát az azt hiszem embert próbáló volt. A fő cél kitűzése, hogy az emberi méltóság védelm, az önméltóságát kivédi. Hogy lehetett ezt bírni, ami itt az elmúlt hetekben történt? Hát először is reagálni szeretnék Cserveg Péter első mondatára. Én kevés rettegő embert látok az utcán, azért mert benne van a büntető törvénykönyvben az életfogytiglan kiszabásának is a lehetősége. Törvényeket tiszteletbe kell tartani, és akkor nem kell rettegni. Azt, hogy mit kaptam, az arra... Hát azt sokat, sok nemtelen támadás ért személy szerint is, de jól bírom, és azt üzenem a támadóknak, hogy én ettől csak erősödni fogok, és nem hiszem, hogy ezzel azon a lendületen, ahogy mi a jogalkalmazást folytattuk eddig, és folytatni kívánjuk a jövőben, változtatni fogunk. Nyilván vannak olyan szintjei a támadásoknak, ami öngól, ami visszaüt, és egészséges közösségekben, egészséges társadalmakban olyan
olyan jelenségeket kivetnének magukból, mint ami megtörtént az elmúlt időszakban. Magyarország az nagyon liberális e tekintetben, de hát én tudomásul veszem szintén a törvények azon részeit, amiben szerepel az, hogy többet kell tűrni és elviselni, de amikor túllépik ezt a határt, nyilván igénybe fogom venni én is a jogorvoslat összes lehetőségét. Biztos, hogy sokat fogunk még beszélgetni ennek a részleteiről, de nekem van egy olyan benyomásom ott az elmúlt hetek történései alapján, hogy az egész Európai Unióra, de különösen annak baloldali és liberális gondolkodóira ráférne talán még egy ennél keményebb médiatörvény is, hogy felkészülten emberi és szakmai tisztességgel hozzáállva meg lehetett volna vitatni ennek a törvénynek is a problémáit, vagy amit ők annak tartanak, de így, ahogy ezt csinálták, hát komolyan mondom, hogy nekik inkább kellene egy ilyen törvény, mint a magyar viszonyokban a magyar újságíróknak. Hát igen, nagyon szélsőségesen értelmezik a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, és azt gondolják, hogy ez egy önérvényesítési terep, és más közérdekkel nem áll szemben. De bizony más közérdekkel szemben áll. Közben most értelmezik szélsőségesen a szólásszabadságát, mert emlékezzünk arra, hogy mikor a magyar balliberális kormányok törvényeket hoztak kimondva, deklaráltan a szólásszabadság korlátozására, a gyűlöletbeszéd ellen, mondták ők, és ezeket az Alkotmánybíróság mind megsemmisítette, akkor meg az volt a baj Nyugat-Európában, hogy a magyar szólásszabadság nem védi megfelelően a kisebbségeket, és túlságosan széles körű. Akkor az volt a baj, most ez a baj. Jó, hát nyilván mögé kell nézni ennek a rohamnak, ami érte a médiatörvényt, és hát egyre tisztábbá válik mindenkinek, hogy nem a médiatörvényről van szó itt a háttérben. Meggyőződésem, hogy ez a törvény, ez az európai normáknak minden szintjén megfelel, minden előírásnak, bár nagyon szabad e tekintetben a jogalkalmazás lehetősége, és a jogalkalmazásunk is meg fog felelni minden európai normának. Óriási nagy licitek voltak ebben a kontinentális hisztériában, ami kialakult a magyar médiatörvény körül. Egyre másra nagyobb bemondásokat kellett tenniük az újságíróknak és a politikusoknak, hogy egyáltalán figyeljenek rájuk. De ha jól tudom, és szerintem jól tudom, senki nem tudta még azt cáfolni, azt a magyar állítást, hogy a magyar médiatörvény minden pontja megtalálható valamely egy vagy több uniós tagállam médiaszabályozásában. Nem, eddig senki nem tudta ezt cáfolni. Én érdeklődéssel várom egyébként a bizottságnak a vizsgálatának az eredményét. Egyébként minden törvényt értelemszerűen ők végignéznek. Most bejátszott, már is látszott, hogy a lett kolléga is mondta, hogy náluk meglévő törvényt is vizsgálják, mindegyiket vizsgálják, és hogyha kifogásolni valót találnak benne, azt érdemben módosítja, ha szükséges az adott tagállam, de ebben nagy a szabadság. Nem a törvényről folyt a vita eddig sem. Én kész vagyok arra, mint jogalkalmazó, hogy vitatkozzunk a törvényről, sőt, hát a médiahatóság már a hatályba lépés első hetén lehetővé tette azt a szakmai köröknek, hogy erről beszéljünk. Első lépésként a nyomtatott sajtó, illetve az internetes sajtó munkatársait hívta meg a hatóság, és kialakult egy párbeszéd a médiatörvény a jogalkalmazás kérdéseiről. Ennek voltak konkrét szintjei, az jó, a vagdalózással nagyon a jogalkalmazó nem tud mit kezdeni. De hát egészen odáig eljutottak, hogy lehet, hogy bebizonyosodik, hogy megfelel mindenben az Európai Unió elvárásainak, illetve benne van más országok törvényeiben is minden egyes pontja. Na de hát így egyben, így egészében, hát ez valami tragédia, mondják hát, ők. Hát igen, volt egy olyan álláspont is, hogy a jogalkotó legrosszabb részeket szedte össze a tagállami szabályozásokból, ami tényleg megint a liberalizmus határait idézi. Ugye ezen a brüsszeli meghallgatáson az is elhangzott Haraszti Miklós szájából, hogy ő nem kíváncsi azokra a véleményekre, és nem is hajlandó azokkal szóba állni, akik védelmükbe veszik ezt a törvényt. Tehát nyilván ez a liberális minimum. De én azt gondolom... Egyébként az embereknek Magyarországon pontosan ebből a mentalitásból lett elő. Hát igen, igen, és ugye mikor például még az EBSZ sajtó ügyekért
felelős reprezentánsa volt Haraszti úr, és mondjuk például újságíró szervezetek kérték, hogy foglaljon állást akkor, amikor hírtévés tényfeltáró újságírók autójába csempésztek, vagy kívántak csempészni kábítószert, és ő nem érezte ezt aggályosnak akkor. Tehát célszerű lenne a kettős mércét is megszüntetni, és célszerű lenne valóban lehiggadni, és megvizsgálni ezt a törvényt, hogy milyen, és nyilván a jogalkalmazás fogja majd eldönteni, illetve az elkövetkezendő évek, hogy valóban a filozófiája megfelele a közösség igénynek, annak a társadalomnak az igényeinek, ahol mi élünk. Hát a legényesebb az... A törvény filozófiájáért ki kellett volna fizetni pár százmillió forintot bal liberális filozófusoknak, csak az, hogy egészen másik kapcsán került arra sor. Egy picikét menjünk benne a részletekbe, mert mindettől az egész hisztitől függetlenül vannak a törvénynek olyan pontja, amelyekről lehet és kell is beszélni, vagy éppen vitatkozni. Volt néhány sarkalatos állítás a kritikákban, amelyeket érdemes megvizsgálni, legyen mondjuk az első az, hogy aránytalanul nagy összegű bírságokat róhat ki a hatóság, amelyek adott esetben nem csak a büntetésre alkalmasak, hanem egy-egy médium fizikai vagy szellemi ellehetetlenítésére is. Hát ez is a közismert tévedések közé tartozik. A szankciórendszer nem határozza meg minimum összegeket, éppen azért, hogy megfelelően tudja alkalmazni azt az elvet, amit szerepel a törvényben a jogalkalmazó, a médiahatóság. Ugyanis ebben a törvényben szerepel tételesen az, hogy a szankciókat az arányosság, az egyenlő elbírálás és a fokozatosság elvének megfelelően kell alkalmazni. Tehát nyilván nem cél az, hogy ellehetetlenítsen a hatóság szolgáltatókat, hanem az a cél, hogy a szankciók mértéke visszatartó erejű legyen. A korábbi törvényben olyan mértékek voltak pénzbüntetésre, hogy belekalkulálták egyes szolgáltatók, hogy ezt még megéri kifizetni, belefér bőven, mert sokkal több bevételem lesz, hogyha még megkockáztatom ezt a törvénysértést. Így van, a költségvetésbe betervezték a büntetési tételeket. Egyrészt ugye ezt kellett korrigálni, mert meglehetősen elavult volt már ez a szankciórendszer. Másrészt a magyar jogrendben, de az európai jogrendben is vannak olyan területek, ahol sokkal magasabb szankcióval él egy-egy hatóság. Magyarországon is nézzük meg, hogy a gazdasági versenyhivatal milyen szankciókat mér ki. Vagy a konvergencia jegyében nem kell messzere mennünk, a hírközlési ágazatban is olyan kemény szankciókat mér ki a bíróság, ami arányban van azzal a szolgáltatóval, akivel szemben alkalmazni kellett. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk egy helyi kis televíziót vagy rádiót rögtön a legnagyobb szankcióval kívánná sújtani a hatóság, hanem a fokozatosság és az arányosság elvét következetesen betartva. De ha még ez sem nyugtatja meg a rettegőket, akkor hozzá kell tennem, hogy minden egyes döntésünkkel szemben bírósághoz lehet fordulni, és a bíróság, hogyha úgy ítéli meg, hogy ezt az elvet nem tartotta be a hatóság, a médiatanács, akkor nyilván hatálytalanítani fogja a döntéseket.